Nagyon nagy örömöm, hogy a Transit Kávéházban felerészt én hívok meg művészeket, akiknek máshol mondjuk láttam a kiállítását, és valami megragadott benne, és sokan jelentkeznek bátran maguktól is, és eleinte volt, hogy ajánlásra jöttek, de rájöttek, hogy itt tényleg semmilyen protekcióra nincs szükség, de be lehet jönni egy fiatalnak a hóna alatt egy nagy mappával, és én nekem mindig lesz arra egy szabad órám, hogy ezeket a portfóliókat átnézzem. 2004 óta minden hónapban van kiállítás megnyitó, tegnap a Ganzábra Hánöntődei Múzeum tartott itt egy kis kiállítás megnyitott, nagyon sokan jöttek el. És hogyha 15 év után még mindig teltházat vonz egy kiállítás megnyitó, és erre laikusok és szakmabeliek és lelkes hozzátartozók eljönnek annyian, hogy egy régi buszpályaudvar várócsarnokát megtöltsék, akkor azt hiszem, hogy ebben még van egy kis fantázia, és érdemes ezt tovább csinálni, és egyáltalán jó ötlet volt megcsinálni. Az egész tulajdonképpen túl sok francia filmek tekintésével indult. Juliette Binoche Csokoládé című filmje, vagy Audrey Tautouval az Amélie súlyosan megülték az agyamat, és valami ilyesmit szerettem volna itt is, mert imádom Párizst, és mindig az foglalkoztatott, hogy hogy lehetne Párizsban élni úgy, hogy közben az ember Budapesten van. Nagyon jól esik Sipos Marica ajánlása, hogy erre a mecénás díjra ő engem ajánlott, és meglepődtem, és nagyon-nagyon jól esik, mert az ember, amit csinál és imádja csinálni, azt észrevétlen, maga számára is észrevétlen teszi tulajdonképpen, és mondhatnám azt is, hogy önző saját örömére, természetesen mások iránti segítési vágyból, de nincs önzőbb vágy, mint másoknak segíteni és mások boldog pillantásait learatni. Ez ugyanis egy olyan módozata annak, hogy az ember ad valaki másnak, és ezek lehetnek pályakezdő fiatalok, vagy már befutott művészek is, mindenkinek jól esik a bátorítás, a támogató szó, az elismerés, hogy a visszajelzés pedig az, amit az ember ezért cserébe kap, és ez felbecsülhetetlen, és nagyon inspiratív, és motorja ennek az egésznek. Az egyik ajánlóm a Transit Kávéház megnyitásakor Polc Alem volt. Hát ő nagyon magasra tette a mércét mecénásként. Folyton csak adott, tékozlóan adott, olyan bőkezően adott, hogy tulajdonképpen a nyomába szegődve én úgy érzem, hogy ennek csak a töredékét tudom megvalósítani, de van olyan már néha, hogy azt gondolom, hogy elégedetten néz le rám, és azt gondolja, na jól van, Orsi.